A Nemzet rozmárja Sirilla György egy hétre ismét felvette a futócipőjét, és gyermeknap alkalmából 2016. május 23-a és 29-e között térségi turnéra indult. Az egy hét alatt minden településen meglátogat egy óvodát, egy iskolát, ahol az óvodásokat megtornáztatja, az iskolásokat pedig megfuttatja, hirdetve ezzel az egészséges életmódot. Térségünkben ellátogatott Kerepesre, Nagytarcsára és Gödöllőre is, ahol többek között a Mesekastély óvodát látogatta meg, ahol a többi intézményhez hasonlóan nagy örömmel fogadták őt a gyerekek. Lenne egy zseniális kérdésem, tegye fel a kezdem is, hát kérdés, tegye fel ezeket az aranyos gyerek, aki közöttetek esetleg szeret sportolni. Hát Sirilla György sportos óvodába jött. Na figyeljétek, gyújtsuk ki a lábunkat, gyerekek, tanítsatok már meg olyan nehezen tudok hajolni. Előre olyan megfoglalkozni a lábujjaimat. Jaj, ide járnék. Van itt torna, mert nézzél, nem tudom megfogni a lábujjamat. Mutassátok meg, hogy kell megfogni a lábujjunkat. Eltörik a dereka. Kistarcsára a Tölgyfa és a Gesztenyés óvodába május 25-én szerdán reggel érkezett, természetesen futva, ahol összesen közel 500 óvodás mozgatott meg játékosan. Jaj, de jó, hogy a kis vérkeringés a rozmárnak. Úgyis télen, amikor úszom a Dunába, akkor gyakorlatilag egy pacsi, akkor el vannak fagyva a kezeim, és most tulajdonképpen az én kis kezeim nincsenek elfagyva, mert ti fölérintítettétek. Az egyik fontos kérdés, mivel elég sokan vagytok, kiabáljátok a fülembe háromra, hogy kinek mi a jele az oviba. 1, 2, 3! Nagyon nagy baj történt. Itt repül egy gólya madár, és azt hiszi, hogy mi békák vagyunk. Gyorsan guggoljunk le! És bújjunk el egy lapulevél alá. Várjál, elveszem, hogy nehogy esetleg téged a gólya madár elvigyen. Elbújjunk a lapulevél, nehogy nekem valaki brekegjem. Na, nem szabad! Maradjatok csöndbe, gyerekek, nagy baj van! Csöndbe sem! Na várjatok! Várjatok egy picit! Kikukucskálok és körülnézek. Hát van egy jó hírem, a gólyamadár valószínűleg elrepült. Ti is kukucskáljatok ki! Úgy bizony, hogy elrepült a gólyamadár. Hát akkor... előjöhetünk rejtek teinkről. Figyeljetek! És megnézzük együtt, hogyan repült el a gólyamadár. Jó nagy, egyrészt vigyázzatok persze, jó messzire repült a gólyamadár. Úgy bizony, hát milyen ügyesen tudtátok utánozni, ez valami hihetetlen. Jó! Miért pont az óvodás gyerekek a célközönség? Hát gyakorlatilag könnyen megfoghatók, egyszerű kis általam kitalált versekkel, mesékkel szinte rajongókat szerzek magamnak, de itt nem mondja, én vagyok a lényeg. Összefoglalva 4 gyermekem van, és abban még 2 pici az egyik óvodáskorú. Úgy gondolom, elég jól értek a gyerekekhez, és imádok velük futni, megmozgatni őket, és ők még nagyon formálhatók. Tehát persze szoktam iskolásokkal is futni, de azok azért már kamaszodnak, más a közeg, rájuk is persze oda kell figyelni, a gyerekek, azok ilyenkor ezt elviszik magukkal, és talán otthon mondják anyukának, apukának, hogy itt volt a Sirilla bácsi, olyan jót futottunk vele, mi is fussunk egyet, és akkor talán így sikerül egy-két gyerekbe elültetni ezt a magot, bár tudom, hogy Kistarcsa nagyon sportos város, és ennek nagyon örülök, hogy úszodába sokan járnak, futnak, még azt is tudom, a polgármester úr triatlonista volt, szóval mindent tudok, mert én kinyitom a füleimet, és mindent meghallok, a jót elmondom, a rosszat magamba zárom. Az óvodai nevelésben is nagyon fontos, kiemelt feladat az egészséges életmódra való nevelés, a mindennapos mozgás, a szabad levegőn való mozgás, úgyhogy ez a mai program tulajdonképpen jó lehetőséget biztosított nekünk is arra, hogy itt a szabadban, jó levegőn együtt mozogjon az egész óvoda. Mi magunk is sok ilyen lehetőséget biztosítunk, akár a mindennapokban, vagy családi napokon, gyermeknapokon, különböző óvodai programokon. Figyeljetek, akkor kinevezem a Kistarcsai Tölgyfa óvodát a térség legügyesebb óvodájának. Megpróbáljuk? Igen! De először be kell vallanom valamit. Nagyon rosszul tudok úszni. Én tudom.
Mutassátok már meg együtt, hogy melbe hogy kell úszni. De nem ez, jaj, de jó! Tényleg így kell? Jaj, de ügyesek vagytok, Istenem! Komolyan? Igen! Jó! Köszönöm! Na de ez csak előjátéka volt a híres gyakorlatunknak! Nagyon vigyázzatok egymáshoz, magatokra! Figyeljetek jó, gyerekek! A bal kezünkkel megfogjuk a bal lábfejünket! A jobb kezünket fölemeljük a magasba! Jaj, de nagyon ügyesek vagytok! Ennek a futásnak a gondolatindítója mi volt, a valós indoka és érvei? Hát gyakorlatilag ez tényleg nagyon komoly kérdés. Az egyik négy gyerekem, az egyik kislányom cukorbetegen. Nem született, de később cukorbeteg lett, és nagyon sokat segített rajta az, hogy elkezdett velem mozogni kerékpárt, de még kicsiként, és akkor tanulmányoztam a cukorbetegségnek a létrejöttét, és hogyha valaki rendszeresen mozog, akkor a cukorbetegség, ha már megvan, akkor is nagyon jó kezelhető, legjobb inzulin a mozgás, illetve nagyon jó megelőzhető. Szomorúan kell mondjam, hogy rengeteg kisgyerek is cukorbeteg már, hát remélem itt a térségben nincsen, és az az indítópont, hogy a gyerekek, ha egészségesen élnek, és ezt a szívemen viselem, akkor már most, akkor valószínűleg egészséges felnőttek is lesznek. Jelen pillanatban nincs cukorbeteg gyermekünk, de az elmúlt néhány évben mindkét óvodában láttunk el ilyen speciális igényű gyermeket. Egyébként az óvodanevelő testülete a tavalyi évben el is végzett egy ilyen tanfolyamot, amit az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezésében szerveztünk meg, tehát tulajdonképpen arra jogosít fel bennünket, hogy az óvodának minden dolgozója, akár óvodapedagógus, akár pedagógiai asszisztens tudjon segíteni egy ilyen gyermek ellátásában. Ezen kívül speciális étkezést tudunk biztosítani a különböző ételallergiás gyermekeknek is. A Jeges Duna átúszásairól híressé vált jógaoktató idén is megírt a gyermeknapi versét. Kedves gyerekek, először is köszönöm szépen, hogy ilyen helyesen fogadtatok. Óvónőknek köszönöm a fogadtatást és gyerekeknek. Nagyon jól éreztem itt magam, és elmondom nektek a Pipacs című versemet. Hallgassátok szeretettel. Az a címe Pipacs. Piros arcú lánya Pipacs, mindenkinek integet. Vándoroknak szeretője, napsugára ránevet. Egész nap csupa vidámság. Fürdeti az esőcsepp, a hőségnek is barátja, megfogja a szellőket. Este csillagokkal fecseg, elaltatja a rétet, Hapci elmeséli, amit látott, s ringatja a méheket. Kitől vette el a Pipacsot? Ja, és köszönöm, hogy megőrizted. Aranyos vagy! Kedves gyerekek, a kopjafára ráhelyezzük akkor most a ti fantasztikus szalagotokat is, de előtte ó, jó lenne, valamit énekelnétek Gyuri bácsinak. Vagy utána. Lehet előtte. Na, hadd halljak egy szép nótát. Mehet akkor egy szép dal. Hát ez majdnem megkönnyeztem, ez gyönyörű volt, gyerekek. És akkor most jön a mai találkozónak, ha nem is a legmonumentálisabb, de egyik szép pillanata, hiszen a monumentális az volt, amikor együtt játszottunk. Ez csak egy élettelen fa, sok szalaga, de ez is fontos, jó? Kedveseim, rákötöttetek a szalagot? Igen! Nem, de nem baj. Gyertek, kössétek rá egyetleneim a szalagot, de helyesek vagytok. És én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy rákerül a tölgyfa
Ovinak a szalagja, az én vándorkopja fámra, amit majd viszek tovább a gesztenyés Oviba. És így tovább. Jaj, de ügyes vagy! Gratulálok szívből! Feltűznek mindenhol önnek emlékül egy zászlót, egy szallagot. Miket írnak erre? Együtt futottunk Sirillával, köszönjük Gyuri bácsi, óvodának a címere van rajta, akkor ilyesmit szoktak ráírni. Köszönjük, meg hát ilyen kellemes szavakat, amit elteszek emlékbe. A Kistarcsai Tölgyfa óvoda és Gesztenyés óvoda hányadik állomása a programnak, a futásnak? Új, hát akkor gyorsan összeszámolom. Gödöllőn ugye befutottam kb. 12 óvodába, de lehet, hogy 13, inkább 12-t mondok, nehogy túlzásba esek. Ugye Kerepesen befutottam 3 óvodába, és itt is be fogok futni 3 óvodába, ugyanis van 2 úgymond állami óvoda, és van egy kis maszek óvoda, oda is befutok, és mindenhol nagy lelkesedéssel, energiával futok. Főleg egy ilyen helyen, mondjuk itt a Tölgyfába, ahol ilyen hihetetlen szeretettel és örömmel vártak a gyerekek, óvónők és mindenki, és ti is természetesen. Itt majd a Rozmár megpihen, átfutok Nagy Tarcsára, és ami megdöbbentő lesz, mert ilyet még sose csináltam, a 17. kerületbe fejezem be a futást, ami nem megdöbbentő még, de szeretettel mondom, hogy egy nyugdíjas klubba futok be, ahol óvodások és nyugdíjasok fognak együtt várni, azzal a gondolattal, hogy generációk találkozása, is így fogom befejezni a futásomat a térségben. Minden évben egy térségi futásom van, illetve még Paksra megyek, ott egy nagy egészségnap lesz, ami nem is egy, hanem 2 napos, és aztán a Rozmár jógatáborokat vezet. Ennyi lesz.